Társadalmi felelősségvállalás nélkül ma már egyetlen cég sem lehet kellően hatékony, illetve eredményes. A Miskolci Egyetemen a témában rendezett találkozón az is elhangzott, az önzetlen segítség ma sem csak pénz kérdése. Korábban a Magyarországon profitot termelő cégek a társadalmi, környezeti problémákkal nemigen foglalkoztak, ám ezt ma már nem tehetik meg. Ma már a vállalkozásoknak is a profit termelés mellett törődni kell a társadalmi ügyekkel, társadalmi problémákkal. Sőt, azért mondtam, hogy változik ez a történet, mert ma igazából a profit termelésnek is az egyetlen lehetséges és sikeres útja, hogyha a társadalmi ügyek költségeit is beépítik a profit költségek közé. A társadalmi felelősségvállalás Magyarországon korábban nem volt ismert, mondta Takács Júlia, a CSR Hungary ügyvezető igazgatója, aki szerint az önzetlen segítés most sem csak pénzkérdése. Nem pénzügyi feltételei vannak, hogy hatalmas összeggel kell gazdálkodni egy cégnek, szervezetnek, intézménynek, hanem nagyon sokszor szerintem már vannak olyan elemek egy cégnél, szervezetnél, intézménynél, amelyek már a vállalati felelősségvállalás és fenntarthatóság témakörbe tartoznak. A társadalmi felelősségvállalás aktív résztvevője a BOKIK is. Mint Bihar Tamás elnök elmondta, nem csak a vállalkozások, de a kamara is számos területen végez aktív tevékenységet. Aki egy közösségben feladatot, munkát vállal, például a kamarában, adott esetben az hozzájárul ahhoz, hogy a közösség tagjai jobban éljenek a lehetőségeikkel, kedvezőbben folytathassák a munkájukat, vagy a szakképzés, ahol a fiatalok nevelése, képzése, az is egy társadalmi felelősségvállalás. Figler Péter alpolgármester szerint a társadalmi felelősségvállalás elengedhetetlen a mai világban, és azok a cégek működnek jól, amelyek ezt a fenntarthatóság jegyében önkéntesen teszik. Tulajdonképpen mi a városnál ugyanezt próbáljuk megvalósítani. Ha szabad példákat mondanom, név nélkül természetesen nem cégeket akarok kiemelni, hanem a tevékenységet. Például egy óvoda kerítésének a felújítását vállalta az egyik itteni cég. Hétvégén a munkatársak kimentek, kitakarították az udvart, rendbe hozták a kerítést és lefestették. Ez egy társadalmi felelősségvállalás. A társadalmi felelősségvállalás területén jobbára a nagy cégek járnak az élen, de a kis és közepes vállalkozások is egyre inkább felismerik ennek fontosságát, és lehetőségeikhez képest kiveszik a részüket a segítő munkából.